Több légterük korszerűen felszerelt konyhában főznek most az Omasa Calda Egyesület munkatársai és önkéntesei. A kolozsvári polgármesteri hivatal által kiutalt és fenntartott helyiség lehetővé tette, hogy egyetlen helyszínen és naponta főzhessenek ebédet a rászorulóknak az Egyesület munkatársai. Molnár Fodor Edina, jazzénekesnő, régóta önkéntese a szervezetnek, most alkalmazottként tevékenykedik ott, és ő koordinálja naponta a konyhában történteket. Laktatós, meleg ételt készítenek minden alkalommal, 190 és 250 közötti napi adagot, amelyet kora délután nyújtanak át a Karolina téren a hajléktalanoknak, illetve szállítanak rászoruló gyermekeknek. Nagyon ki kell gondolni a recepteket, nem mindegy, hogy mit szeretnénk megfőzni, mert bármit nem lehet 4 óra leforgása alatt. Tehát, hogy itt azért, így ahogy megnézitek, megmutathatom, hogy itt van egy hatalmas tepsi, ami egy ilyen sütő tepsi, és ebbe fő ki a ragú, meg úgy van a 4 gáz égő, amin, ha majd később itt maradtok, meglátjátok, egy hatalmas, irdatlan nagy edényt teszünk fel, és itt van a sütő, ami még nem üzemképes, de hamarosan az lesz, tehát hogy mi ezekhez kell a recepteket mérjük. Ami itt készül ebben a nagy tepsiben, egy darált húsos ragú alap, amiben sok hagyma járt, murok, és most fogok tenni egy kis vegetát. Csillit, ugyanis kint elég hideg van, és ilyenkor arra is gondolunk, hogy felmelegítsük a megfázott rászorulókat. Ezen kívül még fogok ebbe tenni egy kis kurkumát, az is mindig jó színt is ad az ételnek, mert ez is jó felmelegítő, egészséges is, tehát hogy azért hogy a kurkuma az alapból jár. És őrölt borsot. Ez most egy felnőtt adag, ezért vagyok ilyen bőkezű a fűszerekkel, ugyanis mindjárt mutatom, tehát ez most kifejezetten a felnőtteknek jár, és hogyha egy picit fűszeres, az csak jó, nagyon szeretik az enyhén fűszeres ételeket. Most ezt lefogom, lehúzom a tetőt. Itt pedig egy ilyen chili con carne alapú ragú készül a gyerekeknek, és hát a chilit kihagytuk ebből. Nem biztos, hogy fogják ezt díjazni, mármint a chilit, úgyhogy kihagytuk. És akkor ez így darált húsos, ugyancsak a hagyma és a murok dominál. Ebbe fog majd később belekerülni a már előre megfőtt bab, passzúj, és a kukorica. A menü összetételéről hetente döntenek. Edina saját koordinátorával, Raimonda Bojánnal beszéli meg, hogy melyik napra mit főzzenek. A hús alapanyaga minden ételnek. Káposztával, passzújjal, krumplival vagy laskával társítják, és arra is figyelnek, hogy megfelelő mennyiségű zöldséget és fűszert is használjanak. Az 5 éve működő humanitárius programnak jól kialakult önkéntes köre van Kolozsváron. A barátok és ismerősök mellé idővel különböző cégek önkéntes csapatai társultak, akik előjegyzéses alapon vállalnak főzést a közösségi konyhában. Számukra csapatépítő tevékenység, és jó alkalom arra, hogy megtapasztalják, mit jelent egy tál meleg étel azok számára, akiknek még fedél sincs a fejük fölött. Lucrăm la o firmă producătoare de cabluri și cablaje, industria auto și nu numai. Astăzi este prima noastră apariție la o masă caldă. Am planificat acest lucru de câteva luni de zile. De fapt, sunt în discuții cu organizatorii asociației de undeva din mai și ne bucurăm că am reușit astăzi să venim la prima masă caldă pregătită de noi. Care sunt primele impresii? Cel puțin a fost mare bucurie pentru noi. Ne-am dorit să facem această activitate pentru sufletul nostru. Colegii au fost voluntari și ne bucurăm că am venit și am avut cu cine să organizăm această activitate. Ez a mindenes, a kamaránk. Itt meg lehet nézni, hogy a polcokon, hát, hogy itt van a már említett
tésztaféle. Mit mutathatok? Itt van például ezekben a zsákokban a paszúj, a bab. Itt kaptunk adományba egy csomó piros paprikát. Hát így, ahogy így elnézem, itt fele adományba van. Például ez az édes burgonya, ez is adomány. Ezt a napokban talán holnap fel is fogom használni. Ezen kívül adományokból vásárolják a napi főzéshez szükséges hozzávalókat. Úgy tűnik, már nem gond a megfelelő pénzösszeg kiteremtése, hiszen az évek során szépen kialakult a támogatók közössége is. Hozzávetőlegesen 500 lejt költenek mintegy 200 adag étel elkészítésére, ami azt jelenti, hogy ekkora mennyiségnél körülbelül 2 lej 60 baniba kerül egy tál laktatós meleg étel. Azok, akik jönnek a team buildingre a cégektől, ők már eleve hoznak adománypénzt is. És ez az adomány, ez 500 lesz szokott lenni. Tehát ugye ez, van egy ilyen egyesség, ha hozzá akarnak járulni az egynapos főzéshez, akkor ez ennyibe kerül. Ha nem, úgy is rendben van, jönnek, segítenek, mi mindent jó néven veszünk, a segítő kezeket, a hozzáállást, azt, hogy reklámozzák a szervezetet, az, hogy hozzájárulnak pénzbeli támogatásra, tehát minden, ami segít bennünket abban, hogy előre lendüljünk, az mind jó néven van véve. Az ebéd 2 órára szokott elkészülni. A helyi rendőrség segítségével szállítják ki a Karolina térre, ahol az érintettek által is megszokott időben 3 órakor osztják ki. Ha bárki bármivel hozzájárulna az Egy Tál Meleg Étel Egyesület tevékenységéhez, olvass el a tudnivalókat az omasacaldo.ro honlapon. Molnár Fodor Edina, jazzénekesnő, az Omasacaldo Egyesület koordinátora a vendégem. Szervusz, Edina! Szia, Enikő! Köszönöm, hogy eljöttél. És hát nem tudom, azt hiszem, hogy csak gratulálni lehet egy ilyen tevékenységhez, amelyet folytatsz. Köszönöm szépen, meg hát köszönöm az alapító tagok nevében, és hát, hogy az övéké ez az érdem, akik annak idején összeálltak és kitalálták ezt a projektet. Ugye 5 éve működik, itt Kolozsváron kezdte meg a működését, aztán kiterjedt az ország több városára is, de alapvetően azt hiszem, hogy itt teljesedett ki a legjobban Kolozsváron. Igen. Te mikor kapcsolódtál be ebbe a tevékenységbe, és miért főleg? Hát én 2015-ben hazaköltöztem Angliából, a családommal együtt, és 2016-ban léptem kapcsolatba velük, tehát olyan január-február környékén. Hát ugye a közösségi hálón szembe mentem ezzel a szervezettel, meg hogy felfigyeltem arra, hogy önkéntesek főznek hajléktalanoknak. Az önkéntes kifejezéssel, és hát ez egy ilyen, nem is tudom, egy a fogalommal, ugye Angliában találkoztam, és hát ott nagyon sokat önkénteskedtem. És egészen más szerintem ott találkozni ezzel a fogalommal, mint itthon megismerni fokozatosan. Igen, nekem nagyon új volt, mint fogalom, és mint, tehát egyáltalán ez a hozzáállás, hogy az önkéntesek feltétel nélkül elvégzik a munkát, nem várnak cserébe, és nem is kapnak sem. Tehát a hálán kívül, meg ugye az, ami a mosoly, a csillogó szemek, én több helyen önkénteskedtem, tehát igazából hajléktalanokkal én nem is találkoztam, most azért nem találkoztam, nem, én öregek otthonában önkénteskedtem, és hát azért ott másfajta körülmények voltak, és más helyzetek, tehát úgy az angol nyelvet egyszerűen nem tudtam gyakorolni, mert nem értettem, hogy mit beszélnek, és tényleg nagyon szomorú volt, hogy én nem értettem őket, és ők meg végképp nem értettek engem, de mert ugye eredetileg beszélgetni indult ez az önkéntes dolog részemről, és hát én besírultam a konyhába, és két héten belül már gulyást főztem nekik, tehát hogy azért így a főzés már ott elkezdődött, utána pedig az iskolában önkénteskedtem, abban az iskolában, ahol a gyerekek jártak, és ott meg felolvastam a gyerekeknek, és hallgattam az olvasásukat is, tehát úgy figyelembe követtem, hogy melyik gyerek hogy olvas, tehát olvastam belőket. És akkor természetszerűen vált számodra az, hogy egy ilyenfajta tevékenységben is részed kell, hogy legyen, amit hazajöttél. De az, hogy most neked munkahelyeddé is vált ez a környezet, hogy jutottál erre a döntésre? Mert azt tudjuk róla, hogy színművészeti főiskolát végeztél, egyetemet végeztél, aztán jazzénekesi pályádat építetted ki. Hogy jutottál erre a döntésre?
Hát először is önkéntes voltam a Zomászakál szervezetének az egyik önkéntese, a Drágosvod utcabeli kerekdombon lévő hajléktalan szállón, és egy idő után, egy olyan perióduson keresztül mentem át, hogy igazából nem nagyon tudtam ezt az ingázást, és hogy elég messze volt a hajléktalan szálló, emiatt kiálltam az önkéntes munkából, de az nem azt jelentette, hogy nem segítem, mert hogy akkor meg otthon készítettem ebédet, és azt vittem ki a szegényeknek. És úgy 6 hónap kimaradás után megkerestek a szervezők, és megkérdezték, hogy volna kedvem egy olyan konyhának a koordinátora lenni, ahol nap mint nap főznek, és hát ez azt jelentette, hogy ami eddig hetente egyszer történt, az most minden nap történik, minden nap főzünk, és hát ez köszönhetőleg a polgármesteri hivatalnak, akitől kapjuk a helységet, és ugye a bért nem mi fizetjük meg, a rezsit sem. Tehát ugye ez volt a részükről a támogatás. Ebben a konyhában pályázatokból, meg befektetésekből vannak cégek, akik ugye megtámogattak bennünket, meg hát ez egy nagyon hosszú procedúra volt. A lényeg az, hogy felszereltünk egy konyhát, egy helységet, és profi konyha felszerelés, mint ahogy lehetett látni a kis bejátszásban, hogy egy olyan helyzetet és olyan helyet szerveztünk, ahol igazából jól lehet és ki lehet főzni ezeket az adagokat. Tehát hogy egyik történet jött a másikból, tehát hogy valahogy maga után kívánta ez a heti egyszeri főzés, hogy igény van rá, és hogyha találtunk támogatást, hogy akkor így kibővítsük a konyhát. És neked is így alakult akkor ez a... Igen. Munkahely választás, hát nem is, hogy választás, hát hanem hogy elszegődtél oda. Elszegődtem, valóban ez egy fél munkaidő, nem is tudom, hogy fejezem ki magam, mert hogy igazából tényleg olyan szívvel, lélekkel ott vagyunk és dolgozunk, de hogy nekik tényleg szükségük volt egy olyan emberre, aki minden nap ott van ebben a 4 órában, és fogadja az önkénteseket. Mert és érti a dolgát, és így van, ért a főzéshez. Meg be kell mutatni a konyhát, végig kell vezetni a fejezetek, tehát a fejezeteken az önkénteseket, tehát valaki felül őket vigyázat, igen, mert hogy mégis annyi minden történt egy konyhában. Igen. Meg összehangolni a munkát nyilván, igen. Hogy időben elkészüljön. Hogy időben meglegyünk, a recepteket én állítom össze, hát ez a hobbimból is adódik, mert hogy a főzés az valahogy nekem nagyon, nagyon, nagyon szeretek főzni, és az egyik hobbim, de hát inkább a ilyen kulináris, gasztró, ilyen ínyenségeket szerettem nagyon, de hogy ez is művészet. Ugye ezt kifőzni a 250 adagot, és úgy becsempészni bizonyos plusz fűszereket, ami úgy lehetett látni, hogy azért azt a csilit is, és minden, hogy kigondoltuk, hogyha fáznak, akkor mivel melegítsük fel a lelküket, testüket. Tehát van ebben is kreativitás. Így van, igen, igen. Nemes feladat. És nem véletlenül mondom azt, hogy közösségépítés is egyben. Mert kialakult közöttetek az önkénteseknek a közössége, ott vannak a támogatók, akik ők is az évek során gondolom, hogy egy ilyen stabil közösségé vált, vagy ha változó is, de mégiscsak úgy ott vannak körülöttetek. És akkor ott van nyilván a hajléktalanoknak a csoportja, ők is már egy közösség gondolom, mert most már folyamatosan is naponta számítanak rátok. Igen. Igen, és mit mesélhetsz így mindegyikről külön-külön? Hát kezdeném a rászorulókkal, mert hogy az egy olyan különleges élmény, amikor miután kifőzzük az adagokat, tehát hogy az önkénteseknek is azért úgy tudják, hogy van az első része az előkészítés, a főzés, a takarítás része, és a vége az egész projektnek, a napi projektnek, hogy találkoznak egy részével. Mert hogy mi több, tehát 2 hajléktalan szállónak és gyerekeknek is főzünk, de hogy ezzel a bizonyos csoporttal, akik minden nap a Karolina téren megvárnak bennünket, vagy várnak ránk 3 óra, akkor van találkánk, ugye meg van beszélve, hogy hol van a hely a templom mellett, és olyan 30 ember szokott jönni, meg jönnek családok is,
Most az úgy kell elképzelni, tehát, hogy nem mind oda viszitek az összes adagot, hanem nem. Hajléktalan szállókra és a Karolina térre. Így van, így van. Tehát az utolsó 70 adagot, azt kivisszük a Karolina térre, és ami a többi, igen, a 250-ig, azokat óránként, két órától kezdve óránként küldjük ki a... Hát a polgármesteri hivatal is nagyon sokat besegít ilyen szempontból, mert hogy küldi ők a sofőr, így van, ők szállítják. Na, ez egy zárójelvot, a családokra, azokra, igen, és hogy a családokat külnek. Egy-egy tag képvisel, ilyen 10 fős családoknak egy tag jön ki, de itt gyerekekről van szó, ahol 7 gyerek van, és akkor eljön az anyuka, tehát nekik külön becsomagoljuk az adagot, az ebédet, és hát van egy ilyen kontaktus, egy ilyen szemtől szembe, sőt, van, amikor legutóbb megsimogatták, megpofozgatták az arcomat, de ez abban az értelemben, hogy hiányoztam nekik, és köszönés formában, tehát egy olyan kis finom legyintés volt, és utána meg megöleltek, tehát ami szép ebben, hogy tényleg... Tehát, hogy ott van a találkozás, hogy az önkéntesek, akik dolgoztak, azok kiadják az ételt azoknak, akiknek főztek, és a rászorulók, a hajléktalanok pedig találkoznak azokkal, akik nekik ma főztek. Tehát, hogy ennél szebb nincsen, és tényleg van ez az adok-kapok, és ez a szemkontaktus, a köszönöm szépen, jöjjenek el holnap is, és minden önkéntesnek a szemében könnyeket látok a végén, tehát ilyen tényleg libabőrös az embernek a karja, még most is, hogyha rágondolok, hogy van olyan fiú, férfi, aki elfordul, és könnyes a szeme, és egyszerűen nem tudja elrejteni azt, hogy mennyire meg van hatodva. És aztán volt nekem egy ilyen helyzetem, hogy ezt a bizonyos egy diák volt, megöleltem, és mondtam, gyere, adjak neked egy ölelést, mert ő megérdemled ezt a... És miután az ölelést megkapta, utána hozzám jött az egyik hajléktalan, aki ezt végignézte, és ő meg engem ölelt meg, amit én meg elsírtam magam, szóval mindenki sírt egy sarokban, és olyan gyönyörű volt, ahogy azt mondta nekem ez a hajléktalan bácsi, hogy egyszer el szeretne hívni egy kávéra, és mondtam neki, no csak, hát, és azt mondja, de azért, hogy mesélj el az életét. Tehát, ugye, mert hogy olyan furcsa dolog, amikor valaki elhívnak egy kávéra, tehát azért, hogy én hívom meg önt egy kávéra, és azt mondja, nem, elhívom, elmeséljem az életemet. És igazából itt szeretnék kitérni arra, hogy tulajdonképpen ezek az emberek nem saját hibájukból, és nem azért kerültek ide, mert ők így akarták, vagy mert elpalták, hát hogy valahogy le vannak csúszva a társadalom réteg, tehát nagyon ki vannak csúszva a magból, a rétegekből, és valahogy nagyon hajlamosak vagyunk elítélni őket, hogy bezzeg, tehát volt... Vagy hogy biztosan rajta is múlott, hogy oda került, hajlamos. Ez az, hogy rajta is múlott, vagy hogy miért nem megy dolgozni, hát képzeld el, hogy volt egyszer egy olyan helyzet, amikor az egyik önkéntes kitámadta az egyik hajléktalant, és én beálltam közéjük, és mind a kettőt helyre pattintottam, mert kibújt az önkéntesből, hogy megkérdezte, hogy miért nem megy dolgozni, és akkor szól, ez nem, tehát mindenféle helyzet történik. Tehát ez is megtörtént, egyszer volt, hála az Istennek, de én úgy abban a helyzetben úgy odaálltam, és úgy megmagyaráztam az önkéntesnek, hogy ilyet nem mondunk, és ilyet nem csinálunk, de hajléktalant is megszívtam, hogy legyen szíves is viselkedjen, és legyen hálás azért, tehát hogy értik-e, tehát hogy mind a kettőt úgy helyreállt, tehát hogy van, persze nem lehet azt mondani, és sőt, vannak, hogy tolakodnak, mikor nagyon hideg van, és látják, hogy kevés az étel a ládában, amit kiviszünk, elnézést, akkor bizony tolakodás van, és akkor is rájuk kell szólni, le kell állítani az egész ceremóniát, és hogyha nem állnak le, akkor meg nem tudjuk kiosztani, tehát hogy azért nagyon intenzív az a pillanat, és 5 percet tart, de jobban ki vagyok fáradva, ez az 5 perc, ez a nagyon interaktív, és az önkéntesek is, mind az egész főzés után, ahol mindenki kacarászik, elsírja magát, igen, a hagymától, meg mit, tehát hogy minden egy olyan nagyon levegős, olyan légies a főzés, és ezért jó ennek a vége, hogy... A csúcspont. Hát én nagyon remélem, hogy még lesz alkalmunk beszélni ilyen részletkérdésekről is, de itt nagyon gyorsan pörögnek a percek nálunk a stúdióban. Edina, gondolom, hogy ezek a legmozgalmasabb napok számotokra, vagy ilyenkor gyűl a legtöbb támogató és a legtöbb önkéntes körétek ünnepek előtti időszakban. Ilyenkor te mit kívánsz magadnak és az Egyesületnek?
Hát, hogyha megkér, őszintén az, hogy ne kelljen főznünk, ami abban az értelemben, hogy ne legyen kinek, de ezt nem lehet kérni. Mert hogy addig, ameddig főzünk, addig van kinek, az azt jelenti, hogy vannak hajléktalanok is. Hogyha nem volnának, én nem azt síratnám, hogy megszűnik ez a munka, hanem azért nagyon-nagyon boldog volnék, hogyha nem látnám ezt a sok szegény arcot. És a hajléktalan szálon ott meg még közelebb voltam hozzájuk, és ott nagyon éreztem a szegénységet, éreztem a nyomort. Tehát valami olyan nyomorszag, a tehetetlenség, a kétségbeesésnek a pillantásai, amitől nagyon nehezen lehet kiszakadni. És bár csak ne kelljen főzni, de én nagyon örülök, hogy mi ezt megtehettük, és hogy főzhetünk. És ilyenkor csak azt kívánom, hogy minél többet tartson, minél több önkéntes legyen, minél több támogatás, adományok, mert hogy adományokba tartjuk fenn magunkat, adományok nélkül nem tudunk létezni. Tehát úgy azért egy ilyen ebédet, amit mi kifőzünk egy nap, hát ez, ahogy elhangzott, 500 lejbe kerül, és ezt hát azért kemény szervezési munkával jár, pályázatokkal. Az én koordinátorom, a Raimonda Bolyán, hát ő egy olyan munkát végez, ez a láthatatlan munka, ami hihetetlenül alapvető és erőfeszítésekből gyűjti össze a pénzt. Na de hát vannak, most ugye az ünnepek táján nagyon sokan adományoznak. Vagy pénzbeli adományt kapunk, vagy pedig ma is a konyhára behoztak egy csomó ilyen hideg hozzávalókat, amiből ugye de hát jól lehet. Fog bármi is. Persze, úgyhogy persze, mindent felhasználunk. A potenciális érdeklődőknek, támogatóknak mondjuk, hogy keressék meg az omasakalda.ro honlapot, és ott minden tudnivalóhoz hozzájutnak. De arról sem feledkezzenek meg, itt mondtam, hogy Edina, ő jazz énekesnő, és nagyon gyakran vannak fellépései, és például holnap este egy karácsonyi koncerttel készül az Edina Quartet, egy kolozsvári pubban, nézzenek utána, és menjenek el, hallgassák meg őt is. Edina, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és sok erőt kívánok neked mindenféle tevékenységedhez, és áldott szép ünnepeket idénre is. Én is köszönöm a meghívást, és az odafigyelést, és az, hogy számítunk, és hogy eljöttetek, és részt vettetek, mert nektek is volt egy kis interakciótok, és nem bírunk eleget adni és hálát adni, ahogy a média is felfigyel ránk, és igazából tényleg most már nagyon-nagyon sokan tudnak rólunk. És hát ez már több mint nagyon-nagyon jó hely. Köszönöm, hogy itt voltál.